Magyarországon úgy gondolom, hogy a nyári kalászos növények, nyári betakarítású növények az átlagosnál jobb eredményt hoztak, az előző 5 év átlagánál sokkal jobb eredményt hoztak, és még a búzánál, illetve árpánál is a tavalyi nagyon jó évet meghaladó eredmények, a repcénél is egy elég tűrhető, közel 3 tonnás termés átlagot értünk el, tehát ez a része, ez jó volt. Szőlőtermésünkben nem lesz akkora kiesés, illetve a bortermésünkben, mint a nyugat-európai, déli-európai országokban, tehát nálunk csak egy olyan 3%-os visszaesés van, viszont a minőség nagyon jó lesz a szőlőnél, illetve a bornál, tehát nem lesz rossz évjárat az idei. Zöldségnél szintén jó eredményekről tudunk beszámolni, a gyümölcsnél pedig egy olyan közepes. Ami az állattenyésztést illeti, ott ugye korábbi években komoly piaci problémák voltak. Tejpiaci válság, most már úgy tűnik, hogy kilábaltunk belőle, a felvásárlási árak most már az önköltség fölött vannak. Nyilván itt a támogatási rendszer is besegít, hogy mind nemzeti forrásból, mind uniós forrásból tudjuk a szarvasmarha ágazatot támogatni. Ez meg is látszik az állatlétszámon, szemben az uniós példákkal. Nálunk növekedik folyamatosan a szarvasmarha állomány, és a tejtermelés is növekedett egyébként. Úgy gondolom, hogy a nemzeti költségvetésből adott támogatások segítettek a túlélésben, és ezek nem kis összegű támogatási jogcímek voltak, tehát a kormány azonnal intézkedett. A sertéspiaci válságból is kilábalóban vagyunk. Ugye, hogy mi okozta ezeket a válságokat, az egy külön téma, tehát általában a kereslet kínálat fölborulása, és ebben bizony voltak globális tényezők, amit mi nem tudtunk eleve kivédeni, tehát gondolok itt az orosz embargóra, vagy a kínai kereslet visszaesésére. Tehát a sertés dolognál is túl vagyunk, az árak azok most már szintén nyereséget is tartalmaznak, viszont a sertés állomány az olyan hirtelen nem tudott váltani, tehát az állatállomány az valamelyest csökkent az utóbbi 1-2 évben. Tehát összesennyében én úgy látom az idei mezőgazdasági évet, hogy a tavalyi rekordévet nem fogjuk elérni, attól némileg elmaradunk, de a körülményeket figyelembe véve nem ez lesz a legrosszabb éve a magyar mezőgazdaságban.